Köszöntöm a kedves nézőket! A Doktorandusok Országos Szövetségének Orvos és Egészségtudomány Osztálya nevében a mai vendégem dr. Szilágyi Gábor, és vele fogunk egy pár percet eltölteni. Gábor, annyit kell tudni, hogy végzettségét tekintve okleveles közgazdász, gépészmérnök, jogász, és elvégzett több posztgraduális képzést is. Tanulmányi kezdete óta interdisziplináris jelleggel érdeklődik a tudományterületek közötti kapcsolatokra. Végzettségeit és képzettségeit ötvözve a szellemi alkotások területét választotta kutatási témájának. A Debreceni Egyetem Marton Géza állam- és jogtudományi doktoriskola harmadéves hallgatója. Óraadóként tanít magyar és idegen nyelven a Debreceni Egyetem állami és jogtudományi, informatikai, gazdaságtudományi és természettudományi és technológiai karán. A HÖOK Tehetségmentor Program intézményi vezetője, a DOSZ jogtudományi osztályának tagja, illetve tanársegédként dolgozik a Budapesti Gazdasági Egyetemen, valamint a Kúria főtanácsadója. Vendégem dr. Szilágyi Gábor, üdvözöllek! Üdvözlöm a nézők! Az első kérdésem, hogy a bemutatkozásodból is látszik, hogy ez eléggé szerteágazó a végzettséget, amit így meg is szereztél, és hogy egyetemi éveid alatt mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy ez a te kutatási irány, vagy kutatási területed? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a felkérést a beszélgetésre. Hogy válaszoljak a kérdésre, Peti, azt tudnám elmondani, hogy mindig is érdekeltek azok a határterületek a tudományok között, amivel igazából senki nem foglalkozott annyira szívesen, mert mindenki egy kicsit mutogatott a másikra, hogy ez inkább műszaki kérdés, ez inkább jogi kérdés, vagy inkább gazdasági kérdés. És én láttam benne egy olyan szépséget, hogy ezt meg lehetne itt fogni, lehetne vele foglalkozni, és egy olyan ötvözetet mutatni, amiben egy kicsit ugye novumként tud az ember majd eljárni, hogyha megvan ez az interdisziplináris érdeklődése, és ez szerencsére nekem mindig is megvolt. Ez volt egyébként a fő motiváció, hogy valami ilyen területet keressek, és mivel mindig lekötöttek ezek a reál műszaki találmányokkal kapcsolatos dolgok, már gyerekkoromban rengeteg találmányról olvastam, így valahogy ez adta magát egyébként a műszaki képzésből, hogy akkor én e felé az irány felé szeretnék komolyabban fordulni majd. Azt éreztem, hogy ezek a területek kicsit mostoha gyerekek egyébként. Kevesen vannak, akik foglalkoznak vele, és tény, hogy akik foglalkoznak vele, viszont a szívüket, lelküket beleteszik ebbe a tárgykörbe, és azt gondoltam, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni majd. Rendben, köszönöm szépen. És igazából te mikor találkoztál ezekkel a fogalmakkal legelőször? Hát némi sejtésem volt már azért ott a közoktatásban töltött évek alatt is erről, ugyanis hát találkozott vele az ember. Ha más nem, egy filmből találkozott azzal, hogy van olyan, hogy védjegy, van olyan, hogy szabadalom, hallottunk is esetleg híres szabadalmakról, vagy vannak a nagy találmányok könyve, amit én már kiskoromban lapozgattam, és mondjuk Bíró Lászlónak a golyóstolla az teljesen lekötött, hogy milyen zseniális dolog, és az a találmány minden nap ott van a kezünkbe. De úgy igazából nem tudtam hova tenni, hogy hogyan is működik ez komolyabban, amikor először találkoztam ezzel a területtel, az a graduális képzés volt, amikor gépészmérnökként tanultam, és ott volt egy olyan kötelező tantárgyunk, ami ezekkel a tárgykörökkel foglalkozott. És nagyon örültem neki egyébként, mert műszaki szakemberként ugye azt gondoltam, hogy mi nem fogunk ilyen dolgokkal foglalkozni a képzésben, de mégis találkoztunk vele, egy fél éves tantárgy volt egyébként maga, ez egy alapismereti jellegű tantárgy, viszont nagyon hasznosnak gondoltam, és teljesen felcsillant a szemem, hogy hoppá, hát ez az a dolog, amit én igazából keresek, és amivel szeretnék komolyabban is foglalkozni. Tehát így a graduális képzésem volt, amikor ténylegesen először találkoztam komolyabban ezzel a területtel. Rendben, köszönöm szépen. És igazából a következő kérdésem az lenne, hogy ugye a hallgatóknak a döntő többsége nem feltétlenül ismeri, és tudja ezeknek a fogalmaknak a jelentését igazából, akár a szellemi tulajdonnak, vagy a szabadalomnak, és hogy pár mondatban össze tudnál foglalni, hogy ezek mit is takarnak így. Hát összességében, ha egy nagy csoportot szeretnénk megkülönböztetni ezen a területen, akkor beszélhetünk általánosságban szellemi alkotásokról. Szellemi alkotásokkal biztos mindenki találkozik egyébként, nagyon sok szellemi alkotás vesz minket körbe a világunkon egyébként, maximum nem tudunk róla, hogy ezek azok. A szellemi alkotásoknak kettő nagy csoportja van, az egyik nagy csoportba a szerzői jogok tartoznak, a másik nagy csoportba pedig az iparjogvédelem. A szerzői jogok azok az a tárgykönyvvel, aztán tényleg már általános iskoláskorunk óta foglalkozunk.
foglalkozunk, csak nem tudunk róla. Mert írunk házi feladatokat, írunk beadandó dolgozatokat, esszéket, és ezek olyan alkotások lesznek, amelyekre szerzőjogi oltalom áll fent. Az a specialitása a szerzőjognak, hogy amikor elkészül egy ilyen jellegű mű, akkor nem kell külön igényelnünk az oltalmat az államtól, hanem automatikusan a mű megalkotásával létrejön az oltalom, ha megfelel a törvényes feltételeknek. A hallgatóimnak is mindig elmondom az órán, hogy nem kell olyan távolinak érezni magunktól ezt a területet, mert egy iskolai esszé dolgozat is megfelel ennek a követelménynek, vagy ha valaki szeret a hobbiába, vagy hobbiaként mondjuk festeni, esetleg verset írni, akkor ez mind-mind szerzőjogi védelem alá tartozó megoldás lesz majd a gyakorlatban. A másik csoportban az iparjogvédelem tartozik, annak azért jellemzően van egy műszaki tartalma. Itt klasszikusan ide szoktuk sorolni a védjegyeknek a témakörét, a védjegyekkel napi szinten találkozunk. Én azt gondolom, ha már ez a beszélgetésnek a apropója, a DOSZ-nak maga a neve, a logója is egy védjegy, mert egy nagyon jó hírnevet tükröz egyébként, még hogyha esetleg védjegyoltalom nem is áll fent rajta egyébként, nem tudom, ezt érdemes lehet mondjuk az adatbázisban megnézni. De a védjegyekkel van egy ilyen személyes kapcsolatunk. Vannak márkák, amiket szeretünk, és ezek a márkák általában védjegyek, védjegyoltalommal védett márkák szoktak lenni egyébként a gyakorlatban. Nem olyan régen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az egyik vezetője volt egy beszélgetős műsorban, Legez a Dénes úr, és ő számolta össze, vagy az ő kollégái számolták össze, hogy egy átlagos reggel során, amikor felébredünk és elindulunk egyébként dolgozni, beülünk a kocsiba, eddig a reggeli reggeli mozzanatig körülbelül 60 védjeggyel is találkozunk már. Nem gondoltunk volna rá. De tényleg a védjegyek összekötnek minket, mert ott vannak a kedvenc márkáink, a kedvenc logóink. És ezért ez fontos, és van gazdasági értéke. Mindezek mellett azért vannak ennél komolyabb műszaki tartalommal rendelkező megoldások is. Oda tartoznak a szabadalmak. Említettem Bíró Lászlót, neki a golyóstól szabadalma, hát világhírű és ismert volt. A szellemi tulajdonvédelmére nem a legjobb példa, de a műszaki alkotás itt is benne volt. A Rubik kocka, amit ugye az iskolai keretek között inkább rossz példaként szoktunk említeni, mert egy zseniális találmány, mindenhol ismerik, mégsem menedzselték túl jól egyébként magát az oltalmat, illetve nem kérvényezték megfelelően az oltalmat, amikor ezt a találmányt megalkották. De hát rengeteg más találmánnyal is találkozunk, a Volvónak a hárompontos biztonságjövő, ami embermillióknak az életeit mentette meg egyébként, illetve hát számos más műszaki megoldás. És ez a kettő talán legszignifikánsabb csoport van, amivel találkozunk az iparjogvédelem körében. Ezen túl egyébként megjelennek még más oltalmi formák is, vannak formatervezési mintaoltalmak, vannak használati mintaoltalmak, és hát amit mi nagyon szeretünk azért egy kicsit így, hogy a haza is beszélne az ember, azok a különböző árujelzőknek a témakörei lesznek, mert hát a tokai bor, az azért mond valamit az embereknek általában, vagy a szegedi szalámit is össze tudjuk kötni egy megfelelő minőséggel, amikor ezzel találkozunk fogyasztóként egyébként a gyakorlatban. És hát ezeket a köröket fedi le tulajdonképp a szellemi tulajdonvédelme. Rendben, köszönöm szépen. És hogyha ezeket össze kellene foglalnod, mint olyan aspektusból, mint számodra mindennapi tevékenységnek, vagy akár szenvedélyként tekintve, akkor hogyan fogalmaztad meg ezeket a fogalmakat? Hát én azt gondolom, hogy a szellemi tulajdon egy olyan témakör, amivel napi szinten találkozunk, erre már itt mondtam a korábbi kérdésnél is példákat, viszont talán nincsenek meg úgy átlag emberként a megfelelő ismereteink, hogy érdembe tudjuk ezt hasznosítani, vagy megfelelően gondolkozni róla. Nekem azért szenvedélyem a szellemi tulajdon, mert látom, hogy mekkora gazdasági értéket képvisel, amikor ezzel megfelelően gazdálkodunk. Az Európai Szellemi Tulajdon Hivatal rendszeresen készít egyébként felméréseket, és már a tavalyi évben, hogyha megnézzük a felmérést, ennek az eredményeit, akkor az Európai Unió össz GDP-jének egyébként több mint az 50%-át szellemi tulajdon intenzív ágazatok adták. Ha megfelelően gazdálkodunk a szellemi tulajdonunkkal, azzal nagyon komoly árbevételt érhetünk el egyébként, feltalálóként, vállalkozóként, viszont a másik oldalon nagyon komolyan hozzájárulhatunk az emberiség szolgálatához is. Ha csak visszautalok megint a Bíró László példájára, azért mennyivel egyszerűbb a golyóstollat kivenni a zakunk zsebéből és használni, amikor egy aláírás meg kell tenni, mint hogyha az üvegtintát hordanánk magunkkal a lúdtól adott esetben.
És azért szeretek foglalkozni még egyébként ezzel a területtel, hogy a kérdésre reflektáljak, mert azt is látnunk kell, hogy ez az információ hiány, amivel rendelkeznek sokszor a műszaki szakembereink, a kutatóink, az azért nagyon hátrányosan érint egyébként bizonyos találmányokat. Hogyha nem tudjuk legalább a kereteit nagyjából a szellemi tulajdon védelmének, akkor nagyon könnyen belecsúszhatunk abba, hogy egy szabadalomról, csúnyán fogalmazok, de lemaradunk, lecsúszunk róla. Gondoljunk bele, egy műszaki kutató, egy orvos, hát amikor a kutatását végzi az egyetemen vagy egy kutatóintézetbe, mit szeretne? Az, hogy egy olyan tudományos eredményt érjen el, amire felfigyel a világ, amivel hozzájárul a világ jobb átételéhez. És nem gondolkozik abba, hogy e mögött milyen üzleti lehetőség van, mert nem az elsődleges szempontrendszere ez. Ezért mi az, amit el szeretne érni, az, hogy megjelenjen egy neves folyóiratba az ő kutatása, és felfigyeljen rá a világ, tudjon hozzájárulni a világ sikeres működéshez, vagy előrelépéséhez. Szeretné, hogy a The Nature folyóiratban megjelenjen a cikke, de nem gondol arra, hogyha hamarabb publikálja a saját találmányát, mint ahogy arra oltalmat igényelre, akkor az egyik feltételt el fogja játszani, ami a szabadalom megadása szempontjából releváns, az újdonságnak a feltételét, és később nem fog tudni oltalmat szerezni rá. Így viszont az a befektetett munka, az a rengeteg alvással nem töltött idő, amit a kutatásba fektetett az ember, az nem fog tudni kizárólagosságot adni neki, és ezzel ugye egy kicsit el is veszi az embernek a kedvét utólag, amikor elkezd gondolkozni rajta. Tehát az én szenvedélyem az talán ezen a területen abban áll, hogy preventív jelleggel időben tudjuk a kutatóinkat, a kutatóintézeteket és az ott dolgozó tényleg tehetséges szakembereket abba segíteni, hogy az ő találmányukból egy olyan újdonság jöhessen létre, amire tényleg tudnak oltalmat szerezni, és amivel aztán utána a későbbi kutatásokat akár finanszírozni is tudják az ebből származó bevételekből. Igen, nagyon jött fel, hoztam, mondd, erre akartam kiukadni, hogy így a magukat doktorandusz hallgatók kihez fordulhatnak akár segítségképpen, vagy pont ez preventív elege megelőzésre, hogy mondjuk egy szabadalommal jönnek szembe, vagy nem is tudnak róla mondjuk egy szabadalom, akkor kihez tudnak fordulni, akár országos, vagy akár egyetemi szinten. Hát most azt azért látnunk kell, hogy ezen a területen nagyon komoly erőfeszítések vannak annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe ismertek legyenek ezek a tárgykörök. A legtöbb doktori programban van rá lehetőség, akár kötelező, akár fakultatíven választott tárgyként felvenni szellemi tulajdonvédelmi ismereteket, vagy ha nem is kifejezetten ez az a tárgy, akkor legalább egy kurzus biztos, hogy van, ahol érintőlegesen foglalkoznak ezzel a témakörrel. Az, hogy most ez megfelelően elégséges idő egy doktorandusz hallgatónak, vagy kevés ahhoz, hogy nagyjából átrássa a rendszerét, ez szerintem nem tisztünk, hogy megítéljük. Ami inkább a fontos lenne, az, hogy egy olyan szemléletet adjunk át a hallgatóknak, hogy tudják, hogy egyáltalán ezek az oltalmi formák léteznek, és tudjanak azokról a legfontosabb szabályokról, ahol stratégiailag el tud csúszni ennek a védelemnek a megszerzésének, akár az elvi lehetősége is a későbbiekben majd. Mindezek mellett, hogy ugye egy tantárgyban ezekbe vannak építve, vagy mondom, akár önálló tantárgyként is megjelenhetnek, a legtöbb egyetemen, ahol komolyan foglalkoznak kutatásfejlesztési tevékenységekkel, van általában az egyetemeknek saját szellemi tulajdonvédelmi osztálya, csoportja, vagy valamilyen más formában működő egysége, akik segítik azt, hogy az egyetemi innovációs teljesítmény az valóban a szellemi tulajdonvédelem szempontjában vagy szempontjából jogi formába is materializálódni tudjon. Tehát az egyetemen belül általában mindig megtalálunk egy ilyen szervezeti egységet, aki ebbe segít egyébként a hallgatóknak. Hogyha a kutatásaink doktoranduszként nem annyira az egyetemhez kötnek minket, nekem az az általános tapasztalatom, hogy akkor is szívesen segít az egyetemnek az ilyen jellegű szervezeti egysége, de egyébként vannak más helyek, akiket felkereshetünk ezzel kapcsolatban, ilyen például a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Magyarországon ők foglalkoznak kizárólagosan a szellemi tulajdonvédelmével kapcsolatos kérdésekkel, mint közigazgatási szereplő, és nekik van egy tájékoztatási főosztályuk is, akiknek az egyik feladata pontosan az, hogy segítsék, tájékoztassák a feltalálókat, az érdeklődőket arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell helyesen eljárni ebben a körben. Ezek akkor hasznosak alapvetően, hogyha még a kutatásnak a kezdeti stádiumában vagyunk, tehát még nem is meg mondjuk az a materializált eredmény, amit szeretnénk esetleg oltalommal védeni, hogyha már eljutottunk egy komolyabb
kutatási lépéshez, és már ott tartunk, hogy tényleg érdembe lehet a oltalom megszerzésével foglalkozni, akkor pedig szabadalmi ügyvívő irodák, vagy erre specializálódott ügyvéd és szabadalmi ügyvívő irodák segítenek az oltalomnak a tényleges megszerzésében. És hogy ez miért fontos, csak egy példát mondjak rá, egyetemista hallgató egy másik egyetemről, de magyar egyetemről beszélünk, találta fel, Losonczy Áron egyébként, az üvegbetont, ami egy zseniális találmány volt, és nagyon ügyesen járt el a feltaláló abban, hogy igényelte a szabadalmi oltalmat egyébként még időben a feltalálás pillanatában, és egy későbbi bitorlási cselekményt, amit ráadásul egy külföldi vállalat követett el az ő találmányával szemben, ezt így joggal meg tudta támadni, fel tudott lépni eredményesen a vállalattal szembe, és így a találmányából származó árbevétel az ugye nála hasznosult ténylegesen majd a későbbiekben. Hogyha elmulasztotta volna ezt a lépést, nem igényel oltalmat a találmányára, akkor sajnos ilyen fellépésre nem lett volna lehetősége a későbbiekben már. Tehát én azt gondolom, hogy általánosságban a doktoranduszoknak az a fontos, hogy tudjanak egyáltalán erről a területről, tudják, hogy mind a mellett, hogy megjelenünk egy neves folyóiratban, legyen egy kicsit ott a fejünkben az is, hogy foglalkozzunk a szellemi tulajdonnak a sorsával, hogy később valóban elsünk el azoktól a vagyoni jellegű javaktól, amiket ez a kizárólagosság tud biztosítani számunkra majd. Számos olyan doktorandusz van, aki ugye akár az MSZ-s osztatlan képzésből viszi tovább a kutatási területét, és ugye általában TTK, esetleg OTDK-ra jutnak. Az lenne igazából ez a kérdésem, hogy akkor ez is kizáró ok, ha mondjuk egy TDK-ra vagy OTDK-ra elkerül, vagy ez még nem tartozik ebbe a kategóriába? Hát az elsőbbség szempontjából, ami egy elvárás a szabadalom megadása szempontjából, az az elvárás, hogy ne jelenjen meg korábban ez az anyag, ne legyen a technika állásához tartozó, így akár egy OTDK dolgozat is újdonságrontó hatású lehet ebben a körben majd. Erre az újdonságra nagyon oda kell, hogy figyeljünk, nagyon szenzitív kérdés. Vannak ugyan kivételek a szabadalmi törvényben erre vonatkozóan, például bizonyos kiállítások esetén, tudományos kiállítások esetén lehetnek kivételek, de jobb, hogyha inkább nem publikáljuk addig az ilyen jellegű törekvésünket, amíg egy szabadalmi eljárást, szabadalom megszerzésére irányuló eljárást nem indítottunk meg. Tehát erre azért oda kell figyelni. Én azt gondolom egyébként, hogy a graduális képzésben, nagyon sok egyébként képzésben megjelenik már a graduális képzések alatt egyébként ez a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kurzusok, úgy, ahogy az én mérnöki tanulmányom alatt is volt ilyen egyébként. Viszont ott talán a témavezetőnek van ebben nagyobb felelőssége, hogy irányítsa, nem is irányítsa, inkább irányt mutasson a hallgatónak abba, hogy tudja, hogy ennek mi a jelentősége, és hát arról nem beszélve, hogy milyen jól tud kinézni az, amikor a témavezető és a hallgatója együtt tud mondjuk egy szabadalmi oltalmi bejelentést megtenni, és hogyha a szabadalmat megkapják, akkor ketten lesznek rajta szabadalmasok majd, vagy akár többen, hogyha közösen jött létre ez az alkotás. Ezt azért fontos látnunk ebben a körben. És azt is fontos látnunk ebben a körben, hogy amikor közösen végzünk kutatást, akkor azért meg kell, hogy határozzuk, hogy ki milyen részarányba járult hozzá ennek a munkának az elvégzéséhez, az eredmények megszületéséhez. Mert amikor a bejelentést megtesszük, meg kell rajta jelölni több feltaláló esetén, hogy milyen arányba járultak hozzá. Nyilván ez a felek között megbeszélés kérdése, de tudják ezt játszani, hogy így fogalmazzak egymás között, de hogyha nem teszik meg, és nem jelölik meg ezt a részarányt, akkor úgy tekint rá a hivatal, hogy egyenlő arányba járultak hozzá. Vagyis, hogyha négyen alkották, akkor 25-25-25%-ba lesznek ennek a találmánynak a jogosultjai majd. Ezt azért érdemes az elején rendezni egyébként, mert előfordulhat az is, hogy valaki emiatt sérelmezve érzi majd magát, mert úgy fogja gondolni, hogy kicsit többet beletett, mint a többiek. Ezt is meg tudjuk előzni, hogyha időbe gondolkozzunk ezzel a területről, és akkor úgy fogjuk kialakítani ennek a oltalom megszerzésének akár a stratégiai körvonalait is majd. Többször említettük, hogy akár a graduális posztgraduális képzésben, vagy akár a doktorandusz képzésben is vannak fakultatív vagy kötelező programok ilyen elemekben, és van arra törekvés, hogy az oktatók felé elindulni, mert ugye ez az előbb is szóba került, hogy azért témavezetőnek is valami szinten súlya van ebben a témában, hogy van esetleg a másik oldalon is ilyen edukatív jelleg. Igen, hát alapvetően ezek a szellemi tulajdonvédelmi központok, irodák vagy más szervezeti egységek egyetemeken belül azért
részben ezt is kitűzik maguknak célul, hogy az egyetemnek a teljes polgárságát szólítsák meg, és adjanak át nekik információkat. Nyilván talán könnyebb elérni a hallgatókat ilyen szempontból, mert az oktatók terheltsége ugye azért magasabb szokott lenni általában, mint egy hallgatóé, de azért azt gondolom, hogy ez nem kizárólagosságot jelent ebben a körben. Tehát, hogyha ha a központok működnek, ellátják a feladatokat, ők azért nagyon sok hasznos információt szolgáltatnak az oktatók felé is, a kutatók felé is, mert ugye nem csak oktatókkal találkozhatunk egy egyetemi szegmensen belül, és ezért jól ki tudja egészíteni egymást. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy kell benne egy hajlandóság is. Mert nem elég, hogy információt szeretnénk átadni, ahhoz kell egy másik fél, aki ezt az információt szeretné fogadni. Én nekem az a személyes tapasztalatom, hogy talán ez a hajlandóság egyre inkább növekszik egyébként a egyetemi polgárságnak a körébe. Egyre inkább hajlunk afelé, hogy foglalkozzunk ilyen kérdésekkel is. Még akkor is, hogyha elsőre, és ez azért elő szokott fordulni, főleg egy műszaki reálterületen működő kutató számára, hogy ezeket a jogi kérdéseket, ami a szabadalommal összefügg, nem olyan szívesen veszi a magáévá. Nem akar vele annyira foglalkozni, mert úgy van vele, hogy ő nem ez a szakember, ő a műszaki tartalmat szeretné feltölteni. Viszont azt, mivel azért láttuk a történelemben sok példán keresztül, hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor ott nagyon komoly pénzektől eshetünk el adott esetben, így akkor már egyre inkább motiválja ez a feltalálói kört is egyébként, hogy részt vegyen benne. Tehát ez azért mindenképpen megjelenik egy pontként. Az is azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzet, hogy rengeteg pályázatban látjuk azt, hogy pluszpontot jelent, hogyha az embernek kutatóként, oktatóként akár van már szabadalma. A szabadalom megszerzésének a feltétele az az, hogy megfeleljen a törvényes feltételeknek. Szabadalmat csak akkor tudunk szerezni, hogyha a szabadalmi törvényben meghatározottak szerint járunk el. Ha nem foglalkozunk a szellemi tulajdonunkkal, vagy nem megfelelően foglalkozunk vele, akkor nem fogunk tudni oltalmat szerezni, tehát nem kapjuk meg azt a pluszpontot sem, amit az oltalomra tudnánk igényelni. Ez is egyébként egy jó motiváló, és hát arról nem beszélve, hogy azért az embernek feltalálóként vagy kutatóként van egy kicsit ilyen, hát, talán azt mondanám, hogy hiúsági vágy, de ez nem olyan jó kifejezés, mert van egy negatív tartalma. De szeretné azt reprezentálni, hogy a találmánya az övé, és ő volt, aki ebben a megalkotóként részt vett, és ezt a szabadalom szintén biztosítja neki. Mert onnastól kezdve, hogy megkapja az oltalmat, mindenki fogja tudni, hogy ez a találmány, ez az ő nevéhez kötődik. Uh-huh. És már azért egy pár feltalálót itt említettem a korábbi beszélgetés során, nyilván, hogyha ők ezekre a találmányaikra nem igényeltek volna oltalmat, valószínűleg akkor is tudná a világ, hogy ők találták fel ezeket a műszaki alkotásokat, de nem ilyen erős kapcsolat lenne köztük és a találmányuk között ebben a körben. Tehát azért ez is hozzájárul ehhez a területhez. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Kicsit így átalakítva, hogy a másik témák a beszélgetésnek a jogi része a doktorandusz képzésekben, és mit gondolsz, milyen olyan jogaik vannak a doktorandusz hallgatóknak, ami nem ennyire általános, és nem feltétlenül ismerik, vagy tudják a hallgatók. Uh-huh. Hát itt én azt gondolom, hogy általánosságban, amikor beiratkozunk egy doktori iskolába, azért az egyetem működésével kapcsolatos, illetve a doktori iskola működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat kell, hogy kicsit magunkénak érezzük, hogy tudjunk megfelelően érvényesülni a doktori képzés keretein belül. Ezzel az a személyes tapasztalatom, hogy olyan nagy hiátusok nem szoktak lenni, mert jellemzően olyan intézménybe megyünk doktori iskolába, ahol részt vettünk már korábban a graduális képzés során is, és azért az intézményeknek a doktori iskolái a rendes graduális képzésektől nem jelentősen térnek el szervezési szempontból, így azért nagyon sok újdonság nem szokott minket érni. A felsőoktatási törvény nagyon jó kereteket fektet le arra vonatkozóan, amiket ismernünk kell szintén, akár graduális, akár posztgraduális, akár doktori hallgatóként adott esetben. Ezzel megint nem nagyon szokott gyakran kérdés felmerülni, vagy ha felmerül, megvannak a megfelelő fórumok, akik egyébként segítenek ezeknek az elhárításában. Az érdekes kérdések akkor szoktak felmerülni, amikor valakinek valamilyen egyéni problémája, panasza, vagy akár csak kérdésként felmerülő
joga kerül egyébként a fókuszba majd, akkor van szerepe annak, hogy ezekkel részletesebben foglalkozzunk, bár én azt gondolom, hogy ez itt semmi esetre sem a hallgatói öngondoskodásnak lesz a feladata, hanem megvannak a megfelelő fórumok, akik ebbe segítenek. Ebben a körben is az intézményeknek a saját doktori iskolái, doktori tanácsok azért közre szoktak működni az egyes panaszoknak az elhárításába, de például a DOSZ-nak is van egy jogsegélyszolgálata, aki ezt többek között kitűzte céljául, tehát erre is azért lehet alapozni adott esetben már. Rendben, köszönöm szépen. És kicsit így személyesebbre fordítva a beszélgetésünket, hogy hogyan éled meg a doktori éveket? Mik azok, amire megtanított esetleg akár a képzés alatt, vagy mik voltak az, ami tanulságos volt ezzel következő időszakot tekintve? Hát összességében, amit én kiemelnék elsődlegesen ebből a doktori képzésből, hogy ugye azt éreztem, amikor bekerültem a doktori képzésbe, hogy hoppá, hát egy ilyen világi fordulat történik az embernek az életében, és hát tényleg nagyon izgulva vártam már csak a felvételit követően, hogy mikor jön az eredmény, hogy vajon felvesznek, nem vesznek fel, nappal is hallgató lehetek, vagy csak levelezősként tudok a képzésbe részt venni majd. És ez már egy ilyen pozitív dolog volt, mikor megjött a felvételi határozata intézménytől ebben az esetben. Utána, amikor már ott volt az ember, és akkor elkezdte látni a saját egyetemét, a saját alma máterét a graduális képzés vonatkozásában, de már egy kicsit más szemüvegen keresztül, amikor a korábbi oktatók már partnerként kezdték el kezelni jobban az embert egyébként, mert hogy azért már itt részt veszünk az oktatásba, segítjük az oktatói munkát adott esetben, az megint egy pozitív érzés volt és visszacsatolás. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azok az oktatók, professzorok, akik tanítottak a graduális képzés során, most ugyanúgy részt vettek, vagy részt vesznek a mai napig egyébként a doktori képzésben, viszont egy teljesen más arcukat ismeri meg az ember a doktori képzésben, mert tényleg, mint szakmai partner kezelik az embert, és szakmai partnerként beszélgetnek vele egyes kérdésekről, amelyekkel hozzájárulnak egyébként a disszertációnak az elkészítéséhez. Tehát talán ez a, hát számomra legalábbis legérdekesebb megfigyelés az az volt, hogy mennyi minden tud egy olyan területről érkező szakember is mondani számomra, akinek a kutatásainak a fókuszában nem az áll, amivel én is foglalkozok. Csak hozzátesz egy-egy gondolatot, hogy ő mit lát, hogy ez a terület az ő szakterületéhez hogy kapcsolódik. És rengeteg gondolatot ébreszt egyébként ez az emberbe, és akkor itt a beköszönőben itt volt ez az interdisziplináris szemlélet, illetve ide tartoznak a multidisziplináris kérdések is, megint egy kicsit úgy sarkalja az embert, hogy hoppá, hát itt még akkor azért vannak dolgok, amivel lehet foglalkozni. Itt még vannak kérdések, amiket lehet kutatni, amiben lehet érdemben újdonságokat elvégezni kutatóként egyébként. És ugye egy kicsit feloldja azokat a sztereotípiákat, amiket az ember graduális képzésbe érez néha, mikor van egy-két olyan tantárgy, amiről azt gondoljuk, hogy hát ennek soha az életben nem fogjuk a hasznát venni, és egyébként is miért kell ezzel foglalkozni, és aztán rájön az ember, nyilván a gyakorlatban is, amikor nem végez doktorit, ezzel a felismeréssel lehet találkozni, de szerintem sokkal hangsúlyosabb, amikor a doktori képzésben látja meg ezeket a pontokat, és látja, hogy mennyire összekapcsolódnak egyébként ezek a általa korábban elszeparált kérdéseknek itt témakörök egymáshoz. És ez egy szép rendszert alkot, amivel tényleg hozzájárul ahhoz, hogy egy egész képet lásson az adott tudományterületről, amivel foglalkozik. Rendben, és mikor hallottál a DOSZ-ról, vagy mikor csatlakoztál az államtudományi osztályhoz? Hát gyakorlatilag a DOSZ-ról én már régebb óta hallottam. Itt a Debrecen Egyetemen belül azért egy kiváló közreműködése van az egyetemnek, az egyetemi doktorandusz önkormányzatnak, illetve a DOSZ-nak ebbe a triumvirátusba, hogy így fogalmazzak. Tehát így már az, mikor graduális képzésben voltam hallgató, és többször láttam, hogy volt DOSZ-os rendezvény, olvastam a plakátjukat, volt, ahova elmentem akár részvevőként, tehát meghallgatni előadásokat. És volt egy mentorom az egyetemen, egy korábbi doktorandusz hallgató, aki pedig részt is vett ebbe a jogtudományi osztály munkájába, és ő nagyon ajánlotta nekem, mikor engem felvettek a doktori iskolába, hogy hát akkor itt a lehetőség, tessék akkor folytatni, amit mi eddig elkezdtünk.
És tekintettel arra, hogy én mindig is szerettem egyébként az ilyen közéleti tevékenységeket, azért így nyilvánvaló volt számomra, hogy akkor igen, ebbe az irányba én szeretnék lépni. Úgyhogy így a képzésnek a kezdeti szakaszában már kértem a felvételemet egyébként a jogtudományi osztályba. Ezt azért el lehet mondani. Azóta pedig igyekszek aktívan részt venni az osztálynak a működésébe, elmenni a rendezvényekre. És hát tényleg azt látja az ember, hogy nem csak azért jó egyébként a DOSZ, mert hogy hozzáad az emberhez valami kicsit, hanem hogy sokat ad hozzá az emberhez. Doktorandusz hallgatóként, amikor megérkeztem az egyetemre, tehát amikor felvételt nyertem, kicsit olyan elveszettnek éreztem először magamat, hogy bekerül az ember a sok tudós közé, és akkor ott valami okos dolgot kellene mondania. És igazából a DOSZ volt az első olyan fórum számomra, ahol találkoztam más egyetemeknek más doktorandusz hallgatóival, és egy kicsit tudtam beszélgetni velük arról, hogy hogyan működik náluk a képzés, milyen észrevételeik vannak, illetve tudtunk kialakítani szakmai együttműködéseket is, amelyek nagyon sokat segítenek egyébként az embernek a kutatásban. Tehát számomra nagyon sok pozitív élményt adott egyébként a DOSZ ilyen tekintetben. És kicsit inkább ilyen önismert kérdéssel zárnám így a beszélgetésünk végét, hogyha magát az egyetemet, vagy akár az egyetemi létet újra kezdenéd, mi az, amin változtattál, vagy mi az, amit meghagynál jelenlegi állapotodhoz visszanézve, vagy visszatekintve? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de nekem erre van egy nagyon hát fix válaszom, amit már azért többször elmondtam, meg felmerült a kérdés több beszélgetésben, ha más nem csak amiatt, hogy a több végzettséget megszereztem, hát igazából nem változtatnék a dolgokon. A saját megfigyelésem az az, hogy a jó az az, hogyha az ember bármiből tanulni tud. És vannak kellemetlen dolgok az embernek az életében, vagy olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy újra csinálna, hogyha tudna választani, de hogyha már így alakult, és így hozta az Isten, hogy ezen az úton megyünk, akkor szerintem sokkal fontosabb az, hogy tanuljunk egy-egy nem olyan kellemes élményből is, mint az, hogy most egy az egybe kiradírozzuk azt a saját történelmünkből, hogy így fogalmazzak. És a másik dolog, az, és akkor visszautalnék arra, hogy mi is a témája ennek a beszélgetésnek részben, a szellemi tulajdon, hogy egy kicsit mi is kutatóként, PhD hallgatóként és emberként, kicsit a védjegyünket építjük fel saját magunknak, hogyha egy analogikus példát vagy hasonlatot szeretnék hozni. És ebbe a védjegybe beletartozik az a minőség, amit az ember tud nyújtani a saját tudomány területén. Ezt a minőséget viszont úgy tudjuk felépíteni, hogyha vannak kudarcaink is, és a kudarcainkból tudunk építkezni majd. És ez egyébként tényleg egy nagyon jó hasonlatrendszer, mert ha csak egy sikeres kutatóra, feltalálóra gondolunk, akinek a nevéhez zseniális találmányok fűződnek, biztos, hogy rengeteg zsákutcába futott bele, és rengeteg időt eltöltött a laborba, vagy a saját találmányai között, mire megalkotta azt az egyet, amiről megismerte őt a világ. Viszont ha a korábbi sikerek, a korábbi sikertelenségekben nem futott volna bele, akkor soha nem jutott volna el addig a sikerig, ami meghozta neki mondjuk világszerte az ismertséget, vagy egy komoly műszaki találmányt adott esetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs olyan dolog, amin én is változtatnék, vagy másképp csinálnék. Az biztos, hogy én azt érzem, hogy nagyon jól döntöttem, amikor a Debreceni Egyetemre jöttem. Annak is nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetemet választottam a doktori iskolának a helyszínéül. Nagyon sok támogatást kapok egyébként ezen a területen, és hát amit pedig annyira nem kedveltem, azt pedig úgy könyvelem el, hogy egy jó iskola volt és tapasztalata arra, hogy az ember tanuljon és fejlesszen magát, illetve egy kicsit többet tudjon adni a korábbi önmagánál. Rendben, és egy utolsó záró kérdéssel még belefér az időnkbe, hogy mit üzennél a jövő generációjának, aki a doktori pályán gondolkozik, akár a műszaki is, vagy jogi vonal, amit? Hát én azt gondolom, hogy a doktori képzés az egy olyan hozzáadott értéket ad az emberhez, amit akkor is kamatoztatni fog tudni, hogyha esetleg nem kutatóként vagy oktatóként helyezkedik el a saját jövőjében. Mert egy olyan széles ismeretségi bázist ad az embernek, emberekbe, tudományba, rendszereknek az ismeretébe, ami mindenhol jól kamatoztatható lesz adott esetben. Tehát az én üzenetem az, hogyha valaki érez magában energiát, hogy ebbe a képzésbe időt, energiát fektessen, akkor semmiképpen nem tud veszíteni vele, tehát én támogatom mindenkinek a
a doktori képzés való bekerülését, de csak akkor, hogyha tényleg érdeklődik is iránta. Mert szerintem a legfontosabb dolog, hogyha valamit csinálunk, azt úgy csináljuk, hogy szeretjük csinálni, és szívesen foglalkozunk vele. Tehát ez lenne az én üzenetem talán a jövő generációjának. Köszönöm szépen, Gábor, olyan szép befejező mondat volt így a végére. És én szeretném megköszönni minden nézőnek, hogy velünk tartott. Én dr. Szilágyi Gáborral beszélgettem, és találkozunk a következő videónkban, és kövessétek a Doktorandusok Országos Szövetségének Orvos és Egészségtudományi Osztályát, és köszönöm szépen Gábornak még egyszer a részvételt.